Soros György megint a címlapokra került, hiszen shoppingolt, mégpedig egy amerikai diszkontáruház részvényeit gyűjtögette össze az elmúlt hónapokban. Ez a negyedik legnagyobb részvényese lett a JCPenney nevezetű cégnek. Bár korábban arról volt szó, hogy Soros visszavonul, de úgy tűnik, hogy nem engedi el a tőzsdei malom őt sem, mint ahogy az LGT is számtalan búcsúkoncertet adott az elmúlt években. Ezért lesz érdemes majd figyelni a JCPenney kurzusát az előttünk álló hetekben. A mai kereskedés szempontjából azonban sokkal fontosabb a délután 14:30-kor megjelenő amerikai GDP adat. Ez lesz az első mintavétel az első negyedévre vonatkozóan, és itt lesznek visszafelé módosítások egészen 1900-ig visszamenőleg, ezért kell nagyon megnézni majd ezt az adatot a délutáni órákban. A hazai piacról pedig az OTP közgyűlése, valamint az Easter csődegyességi tárgyalása, amit kiemelnénk, hiszen mind a kettő gerincét adja a mai kereskedésnek.